Sziasztok, sziasztok! De nem gábolás, itt látjátok, hogy én a tükörképen benne vagyok az új Samsung Galaxy S8 telefonnak, aminek most az első lépéseit mutatom be, tehát amikor kiveszük a dobozból, akkor mi vár ránk? Az vár ránk legelőször, hogy le kéne venni a fóliát. Ezt a kicsomagoló videóban direkt nem csináltam meg, hogy ebben a különleges videóban megmutassam nektek, hogy ez milyen kellemes feeling itt, hogyha ezt itt simán itt lehúzzuk, és akkor már folytathatjuk is itt ezzel a kis ragasztóval ami ugyanúgy nem kell rá, nem jön le, vagy nem túl nehezen levehető, így né? És persze az elején is van egy fólia, de így már is sokkal jobban néz ki, meg szebben néz ki a Samsung Galaxy S8. Orchid Grey színben, tehát ilyen szürkés, lila, és utána folytatjuk az első kis fóliával, ami nagyon vékony és kellemes kis fólia, ezt akár rajta is lehetne hagyni, de a szélét amúgy a képenyőnek amúgy sem e, fedi le, úgyhogy ezt is itt levesszük. És folytatjuk azzal, hogy persze, miket kell csinálni itt majd a menüben. Tehát azt mondjuk, hogy indítás, miután kiválasztjuk a nyelvet, egy csomó nyelv van benne, ahogy látjátok, arabok, kínaiak, mindenféle cucc van benne, vagy 50-60 nyelv, németből háromfajta is, de a magyarnál maradunk, és mondjuk azt, hogy indítás. Belemetünk a wifi-be, gondolom ezt ti is megcsináltok, úgyhogy most kivétesen én is megcsinálom, egy kicsit tényleg azt, a, azt lássátok, hogy nálatok is pont, hogy történne az egész, most beadom a jelszót, amit persze nektek itt nem kell feltétlenül tudni. Nem azért, mert félem, hogy ellopjátok a wifi eszamat, -es de azért kapcsolódjunk. Elég sok wifi van itt a környéken, úgyhogy remélem működni fog. Működik. Csatlakozz, azt mondjuk, hogy tovább, és akkor el kell mindenféle dolgokat fogadni. Marketing információ nem kérek, diagnosztikai adatot sem kérek, adatvédelmét sem feltétlenül, de hogyha látjátok, egyiket sem fogadjuk el, akkor nem engedi, úgyhogy az elsőt amúgy meg kell, el kell fogadni, de a többit nem. Ezt is el kell fogadjuk. Az adatvédelmet, és akkor frissít elvileg ami persze kis marad, hogyha nem egy Most beadhatunk egy Google fiókot, hogyha még nincs, akkor lehet újra is létrehozni. Nekem persze már van. Erre a fiókra nem kell feltétlenül e-mailt küldenetek, mert ezt soha nem használom, ez csak tényleg ilyen tesztekre van, de ahogy látjuk az gmail.com-ot nem kell hozzájönni, sohasem. Ez persze eléggé praktikus, ide megint beírom a jelszavamat, Megint el kell fogadni mindenféle dolgokat. És folytassuk az első lépésekkel, ahogy látjátok, most mindenféle dolgot vissza tudnék állítani. Wifi pont, segítség, Android élmény, még ezt nem kell feltétlenül. A többi az eléggé praktikus, ha ezt hagyjuk, azt mondjuk, hogy következő. Megkér a Google még egy pillanat. Eddig eléggé standard felület, ezt a Google felületet mindegyik telefon, ami Androiddal működik, látjuk majd. Itt látható hogy sok telefont használok már, régi Samsung vagy Asus Transformer, ez a Samsung Galaxy S7 Edge, ez az S7, és most egy másik eszközöm, hogy az s 7 től megint rá tudnám húzni itt az adatokat, amit most nem teszek meg, hanem egy friss készléként használom, úgyhogy itt a végén kiválasztjuk azt, hogy nem akarjuk visszaállítani semmilyen készlékről, de persze akarjuk, hogy védve legyen a készlik, amit lehet úgy, hogy új lemet olvasol, hátul. A lehetőleg leggyorsabb, és azért is van ez az első helyen, az arcfelismerés, az azt jelenti, hogy fotó alapján az arcunkról fog majd felismerni. Van, hogy egy íris olvasás, az sokkal biztonságosabb, mint az arcfelismerés, mert nem csak egy fotó van, hanem tényleg a szemünkbe bele is néz, és a sötétben is működik a PIN kódot, mert ismeritek, és lehet is, hogy persze nem kell semmi ez, ahhoz, hogy feloldjam. Az arcfelismerés állítom be, az a leggyorsabb. Állítsam be egy biztonságos kép, elnyő, zárat és regisztrálja az arcát. Tehát most még először ki kell használni, mintát, pint vagy volt. akarok, én pinnel szoktam használni, ne kelljen, amikor először bekapcsolom, tehát hogyha kikapcsoljuk teljesen a telefon, és megint bekapcsoljuk, akkor ne más már is a pint, hanem majd később kérje, azt is itt be lehet állítani. Kész, még egyszer. Így, né? Itt megint el kell fogadni mindent. És akkor látjátok majd azt, hogyha folytatom, akkor tehát is az arcomat, 20 cm tartsam, és akkor látjátok itt benne is vagyok a képben. Kicsit mozogni kell, és akkor már benne is vagyunk. Legyenek értesítések, igen, nem kell elrejteni semmit, hogyha nem adom be a jelszámomat, és e, a ikonokat csak elrejteni, például, hogyha jön egy üzenet Facebook Messenger-ben, vagy jön egy üzenet mondjuk e-mailben, vagy valami, akkor ezeket itt be lehet kapcsolni, látható, hogy e, csak egy ikon legyen, legyen ott az üzenet, vagy azt is be lehet átlani, hogy csak az legyen, hogy kitől jött valami, nem az, hogy mi van benne az üzenetben is egy e, sorban. Ezt mind ki lehet kapcsolni, vagy teljesen ki kapcsoljuk persze az üzeneteket, e, és akkor ez így itt ki lehet választani frissítés, valamit még frissít a telefon, mert persze wifi -ben voltunk benne, akkor még hozzá lehet rakni egy Samsung Cloud-ot, ami azt hogy a Big Speed lehetne majd később jobban használni, magyar úgy tud, úgyhogy annyira nem fontos. Témákat lehet letölteni, több applikációt a kamerához lehet letölteni, Samsung Connect-tel elve könnyebb csatlakozni tévére, más dolgokra, a Members nem is tudom, hogy mire van pontosan, de biztonságos mappák is léteznek. Ez mind szép és jó, de annyira nem fontos, max, hogy a cloudban eltároljátok egy pár dolgot, de ott is limitált tárhelyetek, ugyanúgy az Apple-nél, úgyhogy én ezeket nem szoktam használni, majd csak akkor, hogyha átugrom, tényleg kell valamilyen bizonyos funkció, mint letölteni extra kamera feature-eket. Samsung Cloudból lehet visszaállítani dolgokat, ahogy látjátok egy régi telefonról, vagy akár a Smart Speech-sel adtak hozzá kábelt, látjátok a kicsomagoló videómat, remélem, és akkor ott ezt majd bemutatom egy külön videóban, hogy ez hogy működik, egy régi telefonról át jönni egy újra. Egyenlőre kihagyjuk. Most itt mindent elfogadhatunk, hogy azt mondom, hogy nem minden elfogás, akkor is működik, tehát van olyan hasznos funkció, mint hogy megvédhetjük a mappában bizonyos dolgainkat, amire más csak akkor férhet rá, hogyha beadjuk a, be, beadja a PIN kódot az időjárás előrejelzés nem is pontosan, hogy miről van szó ilyen szempontból, de ahogy látjátok, egy csomó okos funkcióval zsenekezhet a mobil, amit most azért fogadok el, mert persze mindenki funkció be akar majd nektek mutatni, de amúgy ajánlom, hogy ezeket nem kell feltétlenül általában elfogadni, mert e, ilyenkor csak csomó adat e, tárolásról van szó, hogy a Samsung szeretné persze tudni, hogy miket hogy csináltok, és pontosan mi történik veletek, Tudja, és a készség látjátok, csak arról, hogy wifi ben vagyunk, hogy Münchenben vagyunk. 16 fok van éppenként, 19 óra 47 van. Um, ha azt mondom, hogy frissítés, akkor ezt persze felfrissíti. És akkor itt látjuk, hogy napos az időjárás. Most persze kicsit hűvösebb lesz este, holnap mert megint 16 fok lesz. Um, de a következő napokban eső, 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 eső és akár még hó is lehet megint, mert egy fokok, meg két fokok vannak este, ajaj. Jó, de hát ez a standard felület a Weather Channel-től, ez a felület egy kicsit újabb, de ezt persze kis tudnánk kitörölni, látjátok, oldalra is tudjuk húzni, vagy lehet, hogy még kisebbre is lehet csinálni. Igen, ennyire kicsire. A minimum méret utána az olyan, amit éppen láttatok. Ennél nagyobbra nem lehet. Mondjuk szélesebbre se. Ezt itt ki lehet törölni. Nekem nem fog feltétlenül kelleni, és ha látjátok, hogy a balra akkor a Bixby üdvözöl minket, ami ilyen hír oldal, úgymond. és majd a telefon tanulja azt, hogy melyik nap időszakában mit csináltok pontosan, tehát tudják, hogy most éppen híreket olvastatok, vagy használjátok a időjárás jelentést, vagy e-maileket, és akkor ilyenkor, amikor feloldjuk reggel a, a, telefonunkat, vagy megnyomjuk a Bixby gombot itt a bal oldalt, akkor már is odaugrik, amit reggel szoktatok nézni, és azokat a dolgokat mutatja be nektek inkább, mint amiket este szoktatok nézni, mint a TV műsor, vagy hasonló applikációkat, amiket mind itt megjegyez majd, de külön funkciót a Bixby gomba sajnos nem lehet beállítani. Ahogy látjátok itt, mondjuk azt lehetne még csinálni, hogy e, miket támogasson, de ezeket is külön bemutatom majd nektek egy külön Samsung Galaxy S8 Bixby e, videóban, ahol az angol funkciókat bemutatom, mert persze Angliában már működik. Különben ezt itt ki le, ha kapcsolni nem lehet a gombot, de amit lehet csinálni, az, hogy így összehúzzuk az ujjunkat, és itt kikapcsoljuk oldalt, így a Big Speed, és akkor legalább nem zavar abban, hogyha véletlenül balra mennék, hogy ott megjelenik, de amikor mégis megnyomjánk a gombot bal oldalt, akkor így ugyanúgy sajnos elindul, és még fel se kell oldani a készléket, de nem tudom belemenni a készlékbe amúgy. Na, majd erről később többet látjátok, más feloldott. Most már működik az, hogy itt, amikor megnyomom a bekapcsgombot, akkor már is, hogyha oda megyek kicsit közelebb, megmozgatom a készléket, már is feloldott, hogy ez nagyon-nagyon jól működik. Menjünk bele a kamerába, itt még kapunk egy pár tippet, hogy látjátok, lehet effekteket és módokat kiválasztani. Első meg hátsó kamera között egyszerűen váltani, és lehet nagyítani, meg kicsinyíteni, meg amúgy fokuszálni is egyszerűen. Mindjárt megmutatom, hogy hogy helyi címkéket bekapcsolhatja nyugodtan. Ezek a kis pöttyök itt a Bixby vision vannak szó, ezeket bemutattam e, azt hiszem a bemutatónál. Tehát, hogyha bejelentkezünk e, a Samsung-accountunkgal a Bixby-be, akkor, hogyha csinálunk egy fotót mondjuk egy bicikliről, vagy egy virágról, vagy mondjuk egy a dobozról is, akkor megmondanánk nekünk, hogy hol kell megvenni, de ilyen sajnos még nincs. Majd, majd év végén lesz pár amerikai országban, meg talán Németországban, még pár másik nyugat-európai országban. A érdekes, mi a fene itt ez a kis ikon? Menjünk rá. És igen, most már be vannak építve ezek a Snapchat-féle hülyeségek, úgymond. Persze, itt a selfie kamerába, meg a hátsó kamerába is megfordítjuk mindjárt. Selfie készítés kétféleképpen, hogy látjátok, vagy odalakom az ujjamat hátul a pulzusmérőre, vagy egyszerűen egy géztussal az elején elindítom a selfie készítést, és egy kis nyuszi, nem mi az, nyuszi, de nyuszi vagyok, és van valamit a kezemben, egy kis muffin. Hát ez inkább olyan korai dolog lehet, hogy nem tudom, nem egyik se férfias, hogy lássát, látjátok. ilyen hülyeséget, pillancson aha oké okay. fóka vagyok, ez meg gondolom azt jelenti, hogy random oké, okay, ez meg egy maci akinek van méze a kezében, oké okay. jaj, még van egy csomó minden több is nem mindegy, ezt egy külön videóban nem megmutatom, hogy mik vannak itt ehm, hogy látjátok egy csomó hülyeséget ide be lehetne majd rakni tehát Instagramot kopizza itt a Samsung, úgymond szerintem ezzel a kis funkcióval. Tehát ez itt a kamera, első lépésekben, és első lépésekben még nem tudom beállításokat, hogy látjátok, kezdtem a Google account hogy úgyhogy mindenféle dolgok megjelennek, minden le van rövidítve, de bemegyünk a beállításokba, és akkor itt lehetne most egy csomó mindent beállítani, mint hogy persze itt a wifi, hogyha nem volt jó, hogy itt még be a azt állítani, NFC-t is tudom kapcsolni, ami extra áramot fogyasztani, hogy aztán a hangok és rezgések, mondjuk itt is be tudjuk átadni azt, hogy milyen hangerővel csengjen a készlék, vagy hogyha rákattintunk itt a kis ikonra, akkor azt is be lehet átleni, hogy most csengjen vagy ne csengjen. Több hangerőt itt is tudunk még állítani. De amúgy ezt mind itt is meg lehet csinálni, ezt már egy külön videóban bemutatom, hogy milyen tipek és trükkök vannak. Lehet blokkolni bizonyos applikációkat, hogy ne küldje nekünk értesítéseket, és itt tovább hát a standard Android funkciók itt is megvannak, csak megint kicsit máshogy néz ki itt a um, háttérben lévő felület, és például, hogyha keresem azt, hogy hogy kell kikapcsolni a szimemen a PIN-kártyát, akkor például itt is meg lehet keresni um, a bizonyos dolgokat, amiket keresünk, és bármilyen háttérben lévő applikációt, ahogy látjátok, itt akár be is tudunk zárni, vagy egymás mellé is tudunk rakni. Összes bezárása és kész felhúzom, itt van minél applikáció, és első lépés, ez még talán az is hozzátartozik, hogy rakunk bele egy SIM a készlékbe, amit most nem fog megcsinálni, nem tudom nektek, hogy hogy néz ki a SIM kártyavasó, és hogy tényleg vízhatlan a SIM kártyavasó, mert hogy persze az is fontos, hogy majd mindjárt megyünk vele úszni, egy óra múlva az úszodában vagyok, és ne féljetek attól, hogy vizes lesz a készléketek, tényleg le lehet mosni, nem lesz semmi baja. Itt van ez a SIM kártya eject pin, ami ide van ragasztva, és elvileg egy SIM kártyát is bele kéne rakni, de nem úgy, mint az apple nem kötelező az első lépéseknél, és akkor itt látjátok is, hogy ide lehet majd belerakni a SIM kártyánkat, ide a microsd és egy kis gumi felület van itt a tetén, ez a kis dolog, és ezért vízhatlan a telefon, tehát ide nem tud belemenni a víz, tehát hogyha ezt itt bedugjuk úgy teljesen, hogy már nem látszik ki, így, nem érzünk itt semmit, akkor tényleg vízhatlan a telefon, még úgy is, hogy az alja nyitva van, amit egy külön videóban majd bemutatok. Tehát köszönöm nézted a nevem Lász, ez voltak az első lépések itt az új Samsung telefonnál méghozzá a Samsung Galaxy s 8 al aminek most már van itt egy kis okos gombja, okos feloldása, láthatok nagyon gyors, és csomó más funkciója, amit majd a csatornámon persze összefoglalok sok külön videóban, miket lehet csinálni a kettő készléke, és mik a különbség és az S8 és az S8 Plus között, meg sok másik készlékhez képes, mik a különbségek, és miért is ilyen drága ez a telefon. Köszönöm, hogy beszéltek, legközelebbig, és sziasztok!